nagyon fontos védés volt ez Petró Civicitől. Életem egyik legszebb időszaka, amit itt az Eto utánpótlásában és a felnőtt csapattal tölthettem. A legszebb emlékeim egyértelműen a magyar bajnoki címek és a magyar kupa győzelmek. Rá gondolok, még mindig borsózik a hátam, mert az a szeretet, az ismerettség, amiket körülvett, az mai napig egy meghatározó élmény az életemben. Profi pályafutásom után 2018 óta foglalkozom a fiatal kapust lehetségekkel. Mai napig nagy örömmel tölt el, hogy ővelük együtt tölthetem a mindennapjaimat, és jelenleg az U19-es csapat kapusedzője és másodedzője vagyok. A kézlabdás múltamból tudok merítkezni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek megtanuljanak isteni alázattal pályára lépni, és minden nap a maximumot kihozni magukból. És arra törekedni, hogyha a rossz napjuk van, akkor is a legjobbat adják ki magukból, amire aznap alkalmasak lehetnek. Elégedett időszakosan tudok lenni, inkább olyan nagyon boldogság érzetet tudok érezni, mikor megtanítok egy tekékony elemet, vagy egy olyan mozgást, ami a kapusoknak egy fontos momentum, és én azt visszakapom, és látom a pályán. És a következő nagy öröm, mikor már meccs közben éles szituációban kapom vissza ezt, az óriási. Engem büszkeséggel tölt el, és elkötelezettség érzést érzek. Ezen arra gondolok, második családom. Én itt nőttem föl, most így a közepes éveimben is itt vagyok. Én itt nem dolgozni jövök, én itt a, nem tudom, barátaim között és nagyon kedves ismerősök között tölthetem a mindennapjaimat, és én nagyon boldog vagyok, hogy mai napig azt csinálhatom, amit szeretek, és ott, ahol én legjobban szeretem csinálni.